A folytatásban a beszélgetésünk alapját az adja, hogy a Minap a Hír TV-ben Lánci Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője azt a kijelentést tette, hogy véleménye szerint érdemes lenne átgondolni a hazaárulás büntetőjogi tényállását. Latmon Tamás nemzetközi jogász van itt velünk Skype kapcsolaton keresztül. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Jó reggelt kívánok. Hát először is arról kérdezném, hogy mit gondol erről a felvetésről. Ez nagyon egyszerűen minősíthető politikai hangulatkeltésként. Sem indok, sem pedig szakmai alapja nincs egy ilyen ötletnek. Valós igény nincsen rá, ugye a jogalkotás valamilyen valós igényre kell, hogy reflektáljon, különben nem sok értelme van. Hát ez tipikusan olyan, aminek inkább ilyen politikai hangulatkeltés jellege van, és inkább politikai igényekre reflektál, semmit valós problémát kezelne. Egyébként pedig, ugye itt az Európai Parlamenti ellenzéki képviselő kapcsán fogalmazódott meg már többször is ez a kérdés, ez a javaslat. Érdemes tudni, nagyon egyszerű a dolog, hogy egy ellenzéki vagy bármilyen európai parlamenti képviselő esetében a hazaárulás fogalmilag kizárt, hiszen hogyha valaki, mondjuk fideszes, elolvassa a saját maguk által írt alaptörvényt, ami e tekintetben lényegében változatlan az alkotmányhoz képest, és a többi, és a többi. Ugye az Európai Unió intézményei a Magyarország által átadott szuverenitást annak darabkáit gyakorolják. Tehát ebben fogalmilag kizárt a hazaárulás innentől kezdve. Ezzel az erővel minden ellenzéki képviselő, minden a kormány kritikusa akár hazaárulással vádolható lenne. Tehát feltételezhető az, hogy Lánci Tamás esetleg úgy érzi, úgy látja, hogy neki, mint akinek az lesz a feladata, hogy őrködjön az önkormányzati és európai parlamenti választások tisztasága, tisztessége felett, igazából nem talál jelenleg fogást az ellenzéken, ezért szeretne mondjuk kikényszeríteni egy olyan helyzet, amiben mondjuk valószínűsíthetőbb az, hogy könnyebben megtalálja ezt a fogást. Illetve a politikai közönség egy részének, a nagyon eltökélten kormánypárti közönség egy részének, az első jobboldalnak próbál tetszelegni egy ilyen alapvetően szakmaiatlan zöldséggel. Ugye tett egy olyan javaslatot is szintén Láncira utalva, hogy az adománygyűjtés lehetőségére is kitért, és ott azt mondta, hogy a készpénzes formát egy értékhatárhoz érdemes lenne kötni, és egyébként digitálisan lenne jó látni azt, hogy hova, melyik szervezethez, melyik párthoz, honnan is milyen és mekkora összegek folynak be. Hogyha a transzparencia elvét vesszük figyelembe, akkor gyakorlatilag ezzel a felvetéssel van-e kivetnivaló? Én úgy gondolom, hogy a transzparencia növelése a közszereplő politikai szereplők esetében teljesen rendben van, tehát elméletben, javaslatként, ötletként. Én akár még támogathatónak is látom. Ennek a technikai részleteiről érdemes vitát nyitni. Én a magam részéről azt nem tartom problémának, hogyha mondjuk ezt a fajta transzparenciát növelni akarja a jogalkotó. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a fajta transzparenciát viszont a jogalkotó ténylegesen növelni akarja, hiszen nem csak az ellenzéki oldalhoz köthető aktorok azok, akik politikailag nem feltétlenül vállalható módon jutnak jövedelemhez vagy pénzügyi támogatáshoz, de ez már egy politikai probléma, legyen a jogalkotó problémája. Még jelen értelemben nem jogi feltétlenül, viszont, hogy ha már a hazaárulás tényét és kérdéskörét elkezdtük körbejárni, és igaz, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal felől jön ez a felvetés, de biztos hallotta ön is azt a minapi hírt, ami a Telex oldalán jelent meg, és ma fogunk itt ma még róla a Startban beszélgetni, de talán nem lehet elmenni mellette szó nélkül, ami arról szól, hogy Magyarország és Oroszország ugye közösen próbált segíteni a 2020-as szlovákiai választások kimenetelét, és így például Pellegrinit ugye eljuttatni a Kremlbe. Akkor, ha a hazaárulás témaköréből indulunk ki, egy ilyen együttműködés politikai hadszíntéren ön szerint párhuzamba vonható? Az ilyen jellegű politikai együttműködések, politikai akciók, szerveződések, ezek mindennaposak, nem csak az európai politikában, hanem a világon mindenhol. És ebben ugye nem csak az ellenzék aktív, ebben a példából is jól látjuk, hogy például nem, de hozhatnánk azt is, amikor ugye a francia szélső jobboldal sikerült magyar bankok közrejött, állami magyar bankok közrejöttével finanszírozni Franciaországban a választási időszakban, ami mögött sokan ugyancsak Putyint látják egyébként. Tehát hogyha ez a probléma, amit a jogalkotó kezelni akar, akkor ennek ez a probléma ráadásul nem is annyira az ellenzéki oldalra jellemző. De én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben az ilyen együttműködésekkel jogi értelemben nem sok probléma kell, hogy legyen. Itt arról van szó, hogy van egy politikai aktor, jelesül mondjuk Magyarország esetében a kormány és annak a különböző politikai körei,
Ők azt a politikai, taktikai döntést hozzák, ami szerintük jó. Én a magam részéről ebben viszonylag kevés helyét látom a jognak, a politikának annál többet. Én nagyon nem értek vele egyet, de nem hiszek abban, és nem szeretném jogászként azt mondani, hogy az a tuti biztos megoldás, hogyha ezt majd a jog fogja kezelni, mert jogászként úgy gondolom, hogy a jog ezt a helyzetet egyrészt nem tudja kezelni, másrészt pedig egy nagyon veszélyes, csúszós lejtőre helyezzük a társadalmat, hogyha az ilyen jellegű akár politikai, taktikai kérdéseket is mondjuk tiltani, ne adj Isten büntetni, rendelni találjuk ki. Tehát amikor a büntető jogot bevonja valaki a politikai organizatőr problémába, ott akkor mindenképpen el kell kezdeni az embernek hangódni. Majdnem lényegtelen, hogy egyébként a politikai preferenciái az embernek hol vannak. Ezek veszélyes javaslatok, ráadásul a Fidesz kormány alatt és a Fidesz jogalkotása alatt tudhatjuk, hogy ráadásul erősen tendenciózusak is lesznek. Még egy nagyon gyors, rövid kérdést engedjen meg egy másik ügyből kifolyólag, mégpedig az, hogy foglalkozik-e a nemzetközi jog a SPÁR osztrák vezérigazgatójának kijelentésével, aki egyébként, ha jól tudom, feljelentést is tett. Ez nem egy kifejezetten egy nemzetközi jogi kérdés. A nemzetközi jog főszabály szerint olyan kérdésekkel foglalkozik az állam, amik az államok közötti viszonyokat rendezik, illetve mondjuk nemzetközi befektetésvédelem keretében lehet értelmezhető az, hogy egy Magyarországra érkező befektető, az ő befektetése jogilag védelem vagy nem áll védelem alatt, vagy valamilyen módon védeni tudják-e. Amennyiben a SPÁR tulajdonosa úgy dönt bármilyen oknál fogva, hogy ő azt eladja és ebben megállapodik, akkor ott a nemzetközi jognak önmagában nagyon kevés terepe viszont van. Viszont ő vádolt, hogy Orbán Viktort a befolyásgyakorlás eszközével. Hogyha ez valamiféle befolyásszerzés, joggal való visszaélés, politikai nyomásgyakorlás, bármilyen eszköz megjelenik, akkor az egyrészt a magyar jogszabályok alapján is problémás. Tehát ott is meg lehet indítani mindenféle eljárásokat, és a nemzetközi befektetésvédelmi intézkedések azok, amik működőképesek lehetnek. A kedves nézők ilyenekre talán például a különböző ilyen ételjegy szervezeteket, cégek, Magyarországon befektető nemzetközi ilyen boltokban beváltható papírcsekk és egyéb cégek tekintetében emlékezhet. Itt veszített Magyarország akár az Európai Unió, majd a nemzetközi jog szintjén is milliárdos pereket, amiben kártérítést kellett megítélni ezeknek a cégeknek. Ezek az opciók nyitottak, más lehetőség igazából nincsen. Latmon Tamás, köszönöm szépen! Köszönöm.